A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye, a Mező, Pápaváros és vonzáskörzete legnagyobb diáklétszámmal rendelkező oktatási, szakképzési intézménye, amelyben kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari és mezőgazdasági képzések állnak a szakközépiskolai és szakiskolai szakképzős tanulók rendelkezésére. A Mező szakközépiskolája változatos profilú, amelyben 3 szakmacsoporton belül 6 szakirányt hirdetünk. Az első 4 év képzési struktúrája a gimnáziumi oktatáshoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy szakmai orientációs jelleggel tanulóink a szakirányokra jellemző elméleti és gyakorlati szakmai alapozó tárgyakat is tanulnak. A Mező szakiskolai képzésének célja az általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók szakképzése. Az iskola 3 éves szakmai programjában közismereti és szakmai tantárgyak kapnak helyet. Élelmiszer és vegyi áru eladó, pincér, szakács. Ha egyszerre 2 szakmát szeretnél elsajátítani, a 9-10. Osztály elvégzése után a pék és cukrász szakképesítést is megszerezheted. De ha elvégezted a 8 osztályt és elmúltál már 16 éves, akkor szakképző évfolyamainkra közvetlenül is jelentkezhetsz, ilyen a húsipari termékgyártó, a gazda, a lótartó és tenyésztő, a gyümölcstermesztő kertész, a zöldségtermesztő kertész, a szőlőtermesztő kertész, az állattenyésztő és az erdészeti szakmunkás. A kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül a következő szakmák közül választhatsz. Élelmiszer és vegyi áru eladó. A 8 osztály elvégzése után 3 éves duális képzésben 3 év alatt megszerezheted ezt a szakmát. Élelmiszer és vegyi áru eladó képzésünket elsősorban azok számára ajánljuk, akik nagyobb áruházakban vagy kisebb élelmiszerboltban szeretnének bolti eladóként elhelyezkedni. Az élelmiszer és vegyi áru eladók legfontosabb feladata munkájuk során a vevők kiszolgálása, valamint egyéb az áruforgalomhoz, bolti munkához kapcsolódó feladatok ellátása. Ha ezt a szakmát választod, igény szerint tájékoztatást kell adnod a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről is. Igény szerint díszcsomagolást, ajándékkosarat kell készíteni. Kereskedő. A kereskedőképzésben való részvétel feltétele az érettségi vizsga. A kereskedőképzés fő célja a kereskedő munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítatása. A kereskedő képes legyen irányítani, szervezni, ellenőrizni a kereskedelmi egység tevékenységét, marketing feladatokat ellátni és biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket. A gyakorlatok egy része az iskola tanirodájában valósul meg. A terem felszereltsége minden olyan igényt kielégít, amelyet a kereskedelmi képzésben résztvevő diákok gyakorlati képzése támaszt. A diákok 2 virtuális céget regisztráltak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet cégközpontjába. Így a vállalkozások működésének minden területét megismerhetik gyakorlati példákon keresztül. Ezek a cégek ugyanúgy működnek, mint a valóságban. Van pénzügyi, számlázási, marketing és humán erőforrás osztályuk. Városunkban a szakképzés lehető legszélesebb perspektíváját találhatják meg a tanulni vágyó fiatalok és a szülők egyaránt. A továbbtanuláskor sok mindent kell figyelembe venni, de egy biztos, a kiváló oktatási háttér adott mindenhez. A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola tagintézménye nagyon jó mutatókkal rendelkezik a diákok továbbtanulásával kapcsolatban és a szakmában való elhelyezkedésben is.